Tisztelt hallgatóság! Igen, ez tényleg egy nagyon különleges érzés itt lenni Fehérváron, különösen ebben az épületben, ahol tizenévesként először ismerkedtem meg a csillagászattal. És hát ugyan már 80-as évek vége óta nem itt lakom, de minden évben pont az itteni kötődések miatt lejövünk. Hát most már a családommal jövünk le, és akkor mindig keresztül megyek a belvároson, és megnézem a házunkat, ami minden évben különös változásokon megy keresztül, attól függően, hogy éppen ki a tulajdonosa. Most a szobámban egy fogorvosi műhely van berendezve, ami szintén egy nagyon érdekes érzés volt azt a fogorvosi széget látni ott, ahol én éltem éveken keresztül. Nem, távolról, csak távolról. Távol tartom magam. Na és ebben az előadásban bolygó térképezés címmel az elmúlt körülbelül 400 év bolygó térképező történetét szeretném áttekinteni. Az elején kitekintve a jövőre, aztán visszatérve a múltra. Én földrajzosként végeztem, és ez egy különös előny vagy hátrány ebből a szempontból, hogy ha bolygászattal foglalkozunk, mert Nyugat-Európában elsősorban geológusok választják ezt a szakmát, és geológusokból lesznek asztrogeológusok, akik aztán az űrszondás küldetéseknek a geológiai vonatkozásait kézben tartják, de földrajzosok kevésbé. Érdekes módon Európában, tehát Moszkvától Párizsig Európában a geomorfológián, a földrajzon nagyobb hangsúly van másségi testek esetén, mint a geológián, úgyhogy ebből a szempontból viszont beletartozom az európai trendek közé. Hogyan lehet, ez a kérdés, hogyan lehet egy idegen égi testet föltérképezni, és persze az is a kérdés, hogy egyáltalán miért akarjuk föltérképezni, és akkor mindjárt ezzel kezdeném, ezzel a miérttel, hogy mi hajtja manapság a bolygótérképező programokat, elsősorban a NASA-t, ugye a 60-as, 70-es években az űrverseny, a Szovjetunióval való versengés is nagyon fontos szerepet játszott abban, hogy egyáltalán pénzt kapott a NASA. A NASA geológus kutatói pénzt kaptak arra, hogy megvalósítsák ezeket a terveiket, de nyilvánvalóan az Apollo programnak nem a térképek elkészítése és a közetminták visszahozása volt a célja, hanem annak elsősorban Amerikán számára a világ hatalmi pozíciónak a megerősítése volt. De azért persze mi kutatók nagyon örültünk ennek a lehetőségnek, ahol végtelen mennyiségben örültek a kollégák, elérhető az anyagi háttér, ami azóta nincsen meg. Viszont azóta is hajtja az életkeresése az űr kutatását. Először ugye más fejlettebb életformáknak a keresése volt a célpont, aztán a Mariner expedíciókkal kiderült, hogy erre nem sok esély van, és most már akármilyen kicsi mikrobával is megelégednének a kutatók, és most valóban ennek a keresése is folyik. Tehát a térképezésnek az elsődleges szempontja az, hogy először is leszálló helyeket és a következő kutatásnak helyszíneket jelöljenek ki a kutatók, és azért jelölnek ki ott leszálló helyeket, ahol kijelölik, hogy biztonságban leszállhassanak az űrhajósok, és vissza is tudjanak ugye jönni, hogyha vissza akarnak jönni. Tehát a biztonságon nagyon fontos szerep van. És hogy életet találjanak ott, ahol a legesélyesebb. Tehát a geológusok és az asztrobiológusok ebből a szempontból együtt dolgoznak. Olyan helyszíneket kell kijelölniük, ahol a legnagyobb esély van arra, hogy vagy jelenleg létező életet találjanak, vagy korábban létező életnek a fosszilis maradványait megtalálják. És minden bolygón tulajdonképpen erre megy ki a játék. Nyilván mondhatnánk, hogy a Vénusz felszínének a térképezése az ebből a szempontból nem túl nagy kilátásokkal rendelkezik, hiszen ott nem valószínű, hogy életet találjanak, de a légkörében elképzelhető. De ez pedig a vulkanizmus és a légkörnek a kapcsolatáról, egy bolygó belsejének a működéséről, egyáltalán egy bolygó életének, hogyan működik egy bolygó kérdésre ad választ. Ez pedig a földi élet szempontjából nagyon fontos. A Vénusznak a légkörének az anomáliái vezettek például az üvegházhatás és a felmelegedés kockázatának az első megjelenésére a szakirodalomban. Tehát a Vénusz kutatók hívták fel a figyelmet arra, hogy nézzük meg, hogy ez a Földön hogy működik, és innen bontakozott ki aztán
a földi üvegház hatással és később az ózon lyukkal kapcsolatos kutatás is, aminek a eredménye egy nagy politikai összefogás lett kivételes módon, úgyhogy most már csökken az ózonpajzs. Elképzelhető, hogy ha nincs Vénusz kutatás, akkor az ózonpajzsról nem, annak a csökkenéséről nem tudnánk semmit, vagy ha megtudtuk volna, akkor túl későn tudjuk meg. Szóval ennek nagyon sokféle vonatkozása van annak, hogy térképeket készítünk más égitestekről. Hogyan fogjunk hozzá? Nem kell látni az égitestet ahhoz, hogy egy térképet tudjunk rajzolni, mert vannak indirekt módszerek, amik a fénygörbének a változásaiból, illetve a kölcsönös elfedésekből, hogyha egy holdja is van az égitestnek, lehet kisakkozni azt, hogy milyen az eloszlása az égitest felszínének a fényvisszaverő képességének, és abból ilyen térképeket készítettek a 60-as években az Európáról és a Japetusról, tehát egy Jupiter és egy Szaturnusz holdról, illetve a Plutóról a 90-es, 2000-es években. Mielőtt még űrszonda meglátogatta volna, és mielőtt még fényképfelvételek lettek volna. Tehát ez a felbontás, ez a pixeles felbontás, ez nem abból ered, hogy ennyi pixelen tudták leképezni ezt az égitestet, hanem fénygörbék alapján, egy hosszas számítások eredményeképpen tudták ezt a képet rögzíteni. És ez miért érdekes a jövő szempontjából? Mert az exobolygók térképezésében is ez lesz nagyon nagy valószínűséggel az első olyan módszer, amivel egy földön kívüli, földszerű, hát illetve először még annál nagyobb, aztán nyilván egyre kisebb égitestekről, nagy, több pixeles felbontású képet is kapunk. Ennek alapján pedig megállapítható az például, hogy van-e nagyon nagy különbség különböző területei között, mint amilyen különbség a földön van az óceánok és a kontinensek között. Tehát elképzelhető, hogy persze ha ez fixen visszatér, lehet, hogy a felhőket is nyilván meg lehet így figyelni, de lehetséges, hogy, hogy egy óceán és szárazföldet tartalmazó égitestre is utaló jeleket is ilyen módszerrel, ilyen indirekt térképező módszerrel fogunk tudni kapni. Direkt módszer az pedig a fényképezés. És az első 1600-as évektől az 1900-as évek elejéig az alapvető módszer vizuális megfigyelés volt távcsőn keresztül. Utána, amikor mindig technikai felfedezések követik, vagy előzik meg a tudományos felfedezéseket, tehát az, hogy a fényképeket tudták használni, és ezáltal még pontosabb térképeket tudtak rajzolni, nyilván ahhoz a fényképezést kellett feltalálni. Ahhoz, hogy a fényképekből aztán domborzati térképet is tudjanak csinálni, ahhoz a fotogrammetria módszerét kellett a 60-as években kidolgozni, és annak a különböző először csak analóg, aztán digitális módszereinek a fejlődésével most már egy sztereó képpárból viszonylag egyszerűen, mondjuk egy-két nap manuális munkával, vagy akár automatizálva is lehet sztereó, lehet magassági képet, domborzati képet csinálni, ami korábban elképzelhetetlen volt. Fényképezéssel a felszíni albedó és a domborzat is kiderül, ez majd a következő dián lesz. Aztán a 60-as években, amikor megjelent a radar, akkor ez is egy új módszer volt. A 60-as, 70-es évek az egy forradalmi módszer volt a földi térképezésben is, és a földön kívüli légitestek térképezésében is. A radarral olyan térképeket lehetett rajzolni, amely felszíni alakzatokat mutatta, de nem a fény visszaverő képességet, hanem a felszínnek az érdességét, a szemcse méretét képezte le világos és sötét foltok formájában, de ebből kijöttek a felszíni alakzatok. Másrészt radaros magasságméréssel ugyancsak lehetett domborzati terepmodellt készíteni, tehát a domborzati térképet rajzolni, amire a lézeres magasságmérés is alkalmas volt. Tehát ezek mind viszonylag új technológiák, amik mindegyik meg tudja jeleníteni a geológiát. Mert a domborzatot is azért nézzük meg, hogy milyen felszíni alakzatok vannak, és ebből milyen következtetéseket tudunk tenni a geológiára, a felszín fejlődésére, és a bolygónak a történetére, ami sokszor egy 4 milliárd éves történetet tár fel még ma is a felszínen. És akkor elkezdve a távcsöves megfigyelésektől, ha fölnézünk a Holdra, mit látunk egy távcsövön keresztül? Szabad szemmel nem annyira, sőt szabad szemmel nem, szabad szemmel egy tematikát látunk, az albedót, tehát a világos és a sötét foltokat látjuk, az is már egy albedó térkép, egy albedó térképet már tudunk rajzolni, mint ahogy furcsa módon 10 évvel a távcső feltalálása előtt jutott eszébe valakinek, hogy térképet kéne rajzolni a Holdról. De tényleg ez egy furcsa összejátszás, a megérett a kor, vagy a kor szelleme jutott odáig, hogy kíváncsiak lettek a kutatók arra, hogy összekapcsolják a térképészetet
a csillagászattal. Tehát ez az albedó. A másik viszont a domborzat. Az albedó az csak a felszín anyagáról árul el információkat, vagy a felszín szemcseméretéről. A domborzat viszont a felszín formákról, a felszíni formák pedig a felszín aktivitásáról, arról, hogy hogyan keletkeztek azok a dolgok, arról ad nekünk információkat, és az első térképészek 17-18. Században vagy vegyítették ezt a két tematikát, vagy szétválasztották. Itt mind a két térkép vegyíti a kettőt, tehát így soha nem látjuk a Holdat. Ez a legfontosabb, ha amerikaiak szokták mondani, hogy ha egy dolgot jegyeznek meg erről az előadásról, akkor az ez a dolog legyen. Az, hogy a térképek azok úgy ábrázolják a bolygótestek felszínét, ahogy mi szabad szemmel nem láthatjuk. Nem azért, mert nem abban a frekvenciatartományban látunk, hanem mert szintetizálják azt a képet, és ezáltal a felszínnek egy sajátosabb tulajdonságait mutatják meg, mint ami egy adott pillanatban szabad szemmel látható lenne. Tehát ha most fölnézünk a Holdra, akkor az egyik része sötét. A sötét és a világos rész találkozásánál, a Terminátor vonalon, ott nagyon éles árnyékokat látunk. A másik részén viszont, ahol telig bekapja a nap, vagyis ahol merőlegesen süt a nap, ott nem látunk egyáltalán árnyékokat, ott fölül lefelé sugároz a nap, tehát ott az albedót látjuk, a felszínnek az anyagi tulajdonságát, ahogy ezt megvilágítja a nap. Tehát, hogyha a domborzatot, ezeket az árnyékos krátereket végig akarjuk az egész Holdon térképezni, akkor minden egyes fázisban végig kell nézni egy két héten keresztül legalább a Holdnak a fázis változásait, és figyelni, hogy ahol éppen a Terminátor vonal van, ott éppen milyen árnyékokat vet, ahol a leghosszabb az árnyék. Milyen árnyékokat vetnek a felszíni formák. És ezt szintetizálni az egész Holdra. És erre a topográfiai képre rávetíteni aztán a teli Hold képét, ami teli Holdkor az egész Holdat, egész Holdnak az albedóját látjuk, ami viszont azt mutatja meg, hogy itt sötét foltok vannak, itt meg világos foltok vannak. Azt nem tudjuk, hogy miért első körben, mint ahogy ezt 300-400 éven keresztül nem is tudták, 300 éven keresztül nem is sejtették nagyon, hogy miért sötét ez a része, és miért világos. Tehát ez az interpretáció, az értelmezés, az egy másik kérdés. De azt már rögtön felismerték, hogy ez a két tematika az, ami a Holdról, ezt a két bört lehet lehúzni a Holdról. A topográfiát, a domborzatot és az albedót, ami két különböző dologra utal. A 19. században aztán egy Nesmith és Carpenter kutató készítettek egy modellt, egy nem agyagból készítették, de valami ahhoz hasonló anyagból, amiben megmintázták azt, amit a távcsőben láttak, tehát a domborzatot, és súroló fényben lefényképezték. És ezek voltak a 19-20. századi tankönyveknek a legnépszerűbb ábrái, amik a Copernicus kráter és környékét ilyen nagyon éles árnyékokkal ábrázolták, és azok nem igazi fényképek voltak, hanem ezeknek az agyagmodelleknek a képei, mert ez annyira ki tudta emelni az árnyékokat, és ennek az volt a nagy előnye, hogy egyféle megvilágításban mutatta be a Holdat. Mert hogy amikor rajzolunk, vagy ha egy adott pillanatban nézzük a Holdat, akkor ott valahonnan éppen süt a nap, és azok az árnyékok valamerre vetülnek, amikor az ellentétes fázis van, akkor pedig a másik irányban vannak az árnyékok, és itt egy irányból keletkeznek az árnyékok, és ez megint a térképnek egy sajátossága, hogy egységes vetület, egységes megvilágítás, egységes felbontás, egységes tematika, ami a valóságban nem biztos, hogy így van. És akkor hogyan bontották fel a 60-as években ezt a két tematikát, ugye korábban nézegették és lerajzolták az albedó Holdat és a topográfiai Holdat, és 59-ben került be a planetáris térképezésbe az a technika, amit szórófestékes technikának hívnak, airbrush az angol neve, amiben nagyon finom árnyalatokat is meg tudnak különböztetni a művészi kézzel rajzoló csillagász művészek. Ez a fényképfelvétel egy marsi tájról, és akkor ebből nagyon sok képet néztek ezek a művészek erről a területről, meg a Holdról is, különböző megvilágításokban, különböző felbontásokban, különböző torzításokkal, amikből a 60-as években nem tudtak számítógéppel egy egységes képet csinálni, még ma is elég nehéz mozaikolni egy képet.
Tehát itt a fejükben született meg ez a domborzati kép, és ezt rajzolták le. Tehát itt borzasztóan fontos volt az, hogy a személyes integrálása az adatoknak, ezeknek a művészeknek a fejében hogyan történik. Tehát volt két vezetője ennek a csoportnak, és néhányan dolgoztak bele, 59-től egészen 80-as évek végéig. Ez a néhány fő határozta meg az amerikai bolygótérképészetnek ezt az alapvető tematikáját, ezeket a szórópisztolyos képeket, amik aztán a domborzati térképet helyettesítették, és amik a legfontosabb térképek voltak a következő leszállóhelynek a kijelölésekor, például az Apollo leszállóhelyek kijelölésekor is. Ilyen térképekre rajzolgatták azt, ilyen térképeken keresték meg a leszállóhelyeknek az ideális helyét. Amit tehát nem fénykép volt, mert a fénykép rosszabb minőségű volt, hanem a kézzel rajzolt kép volt a jobb minőségű. Tehát ebből a képből ez a művész itt levette a domborzatot, vagy hogy lerajzolta a domborzatot, és kivonta belőle az albedót, a felszínnek a saját anyagi minőségéből adódó fényes változásokat, tehát ezeket a sötét foltokat, amik ebben az esetben homokkal borított területek, vagy a világosak porral borított területek. Itt pedig hozzáadta, de már a saját rajzában. Tehát itt mint egy kontraszt kiemeléssel látjuk a domborzatot, és mint egy megint csak kiemelve látjuk az albedó alakzatokat, ami látjuk, hogy nem ugyanaz, de azért nem ugyanaz, mert akik ezt rajzolták, azok sokkal több képet láttak, mint ezek, és sokkal nagyobb felbontásban. Tehát ők tudtak olyasmit, ami egy képen nincs rajta. És akkor így születtek meg ezek a domborzatot és albedót tartalmazó, a valóságot valahol visszaállító, de szintetikusan visszaállító térképek. Először csak ránéztek a Holdra, és megpróbálták egy papíron lerajzolni azt, amit láttak, de aztán hamarosan kontrollpontokat kezdtek el fölvenni, ami a távcsőbe épített, vagy a távcső mellé épített különböző mérőműszerekkel fokról fokra határozták meg pontosan a Holdon, és később a Marson látható alakzatoknak a helyét. Tehát nem csak egy képet rajzoltak, hanem egy olyan képet rajzoltak, amin méréseket is lehet végezni, mert eleve mérések alapján rajzolták meg ezt a képet, és ezeknek a kontrollpontoknak a felvétele máig is az alapja a pontos térképek létrehozásához, mert enélkül csak egy rajz lenne, ami nem biztos, hogy a kép ott van, ahol van. Az űrben keringő űrszondákról is pontosan tudni kell azt, hogy azoknak hogy a kamerának mi a pozíciója, és az égitestnek mi a pozíciója. Tehát két mozgó tárgy közeledik egymás felé, és hogy pontosan a képnek melyik pixele, melyik részén, a felszínnek melyik részét látjuk, tehát hogy hozzárendeljük a képi pixeleket a felszínnek valamilyen részéhez, az egy nagyon bonyolult számítási folyamatnak a végeredménye, ahhoz, hogy először a kamerának az orientációját kell hozzákötni az űrszondához, az űrszondát hozzákötik az égitesthez, az égitestet hozzákötik a naprendszer közép, vagy tömegközéppontjához, azt hozzákötik a Földnek a adott helyzetéhez, hogyha erre is szükség van. Tehát egy ilyen sokszoros összefüggés, egymással összefüggésben levő összekötött rendszer az adja a képeknek az orientációjának a meghatározását, amiben a többek között a képek hátterében levő csillagok is segítenek, mert azok is segítenek abban, hogy lássuk, hogy merre nézett éppen a kamera. Egyrésztről. Másrésztről pedig a bolygónak is meg kell határozni azt, hogy akkor mi a helyzet a bolygón, ott hogy határozunk meg egy pontot. Ezt tudni kell a bolygónak a méretét pontosan, tudni kell az alakját az égitestnek, különösen, hogyha háromdimenziós magassági pontokat akarunk meghatározni, az, hogy ez most egy gömb, egy elnyúlt gömb, egy szabálytalan okú gömb, olyannal még nem számolnak más égitesteken, tehát egy geoid. Mert ez alapján tudjuk a képzeletbeli vízszintet meghatározni az adott égitesten, amihez aztán viszonyíthatjuk a magasságokat, tehát ami alapján elmondhatom azt, hogy a Olympus Monsnak a magassága 24 kilométer mondjuk, vagy valahány kilométer. Tehát az, hogy ilyen magassági adataink, vagy mélységi adataink legyenek, az a bolygóról kell nagyon sok információt megtudjunk. Ahhoz pedig, hogy számolni tudjunk, vagy meg tudjuk jeleníteni, nem állt egy koordinátarendszert is létrehozni, amiben definiálnunk kell a nulladik hosszúsági kört, ami a Föld esetében Greenwich, ami egy véletlenszerűen létrehozott vonat délkör, hogy a nulla, tehát nincs semmilyen természetileg meghatározott pont arra, hogy hol kéne a nullának lenni egy bolygó esetén, egy hold esetén van, de bolygóknál nincs. Úgyhogy valamire rá kell bökni egy pontra, és azt mondani, hogy innentől számítjuk a nullát.
És akkor minden térképen onnantól fogjuk a nullát számítani. Aztán, amikor már rajzolunk egy térképet, akkor a térkép rajzolónak fontos azt tudnia, hogy miért rajzolja ezt a térképet. Mit akar megmutatni a térképen? És ebből kerekedik az ki, hogy mit fog kiemelni a térképen, és esetleg mit fog elhagyni a térképen. A legfeltűnőbb alakzatok, ha egy térképet nézünk, a vonalak. Amit a Földön nagyon sokféle vonalas alakzat van, a folyók, az utak, a határok. És egy idegen égitesten, ahol nincsenek folyók, és nincsenek utak, és nincsenek határok, ott nem nagyon vannak vonalas alakzatok, amiket föl lehetne tüntetni a térképen. Tehát nagyon nehéz olyan az emberi szemnek, vagy az emberi gondolkodásnak tetsző térképet rajzolni, amin jól el tudunk igazodni. Mert csupa egy sivatag. Egy sivatagon, ugye sivatagban nyilván könnyű eltévedni, dűne-dűne hátán, vagy kősivatag, és kősivatag, és kősivatag. Hol vannak a vonatkoztatási pontok? Hol vannak a templomtornyok? Nem lehet torony iránt menni, mert nincs torony. Ha belegondolunk más égitesten, nincsenek álló alakzatok. Tehát kis kövek vannak, vagy sziklák vannak a Földön, meg vannak dombok, de a fák, az épületek, a tornyok, azok mind hiányoznak. És ezek azok, amik a torony iránt, a vonatkoztatást adják a mi számunkra. Tehát, hogy mit rajzolunk le a térképre, akár mesterségesen ezeket a vonalakat meg kell húzzuk, meg kell teremtsük azt a világot, ami alapján el tudunk igazodni ezen a folyamatos, kicsit vörösebb, kicsit sötétebb foltokkal tagolt világban. És erre ez a 60-as évek egy nagyon jó példa volt, amikor elkezdtek egyszerűsíteni, és csak a fontos alakzatokat rajzolták le, és azoknak a határvonalait rajzolták le. És ehhez az kellett, hogy tudják, hogy mi a fontos. És ezt a 60-as évekig nem tudták. A 60-as évekig a Hold térképezése nagyjából abból állt, hogy minél részletgazdagabb térképeket rajzoljanak. Még nagyobb térkép, még több részlet, mert hogy a távcsövek is így fejlődtek. De hogy igazán mit rajzolnak, és miért rajzolják le ezeket, ugye miért másztunk meg egy hegyet, mert ott van, kb. Ennyi lehetett a legokosabb válasz erre. És nem, hiába sorolták kategóriákba mondjuk a kerek alakzatokat, amiket krátereknek hívtak, voltak elméletek, hogy mik lehetnek ezek, de ezek nagyon ellentmondásban voltak egymással is, a különböző kutatók, meg a különböző alakzatok is ellentmondásban voltak egymással. Tehát igazából nem állt össze a kép arról, hogy miket látunk más égitestek felszínén. A Marson ott csak foltokat láttunk a Földről, albedó alakzatokat nagyon elmosódottan. A Holdról pedig hiába láttuk élesen, amit láttunk, nem tudtuk, hogy mit láttunk. És a 60-as évekig jutott odáig a geológia, furcsa módon az atomrobbantások közeli megfigyelése segített abban, hogy ezt a kráterek mienségére konkrét mérhető adatokat kapjanak, és ezáltal rájönnek arra, hogy párhuzam van a földi atomrobbantások kráterei és a holdi kráterek között, és nem a vulkánokhoz hasonlítanak, hanem inkább a becsapódásokhoz. De akkor jöttek elő azok az elméletek, amik már helyesen értelmezték az alakzatokat, és akkor magamat persze most zárójelbe teszem, mert a tudomány mai állása szerint, ugye. Akkor sokan azt gondolták, hogy helyesen értelmezik, és ők is ezt mondták, hogy amit én mondok most. És akkor ebből már lehetett egyszerűsíteni, hogyha már tudjuk, hogy mit egyszerűsítünk, hogy mi a fontos és mi a kevésbé fontos. Itt három marsi geológiai térképet látunk, 70-es évekből, 80-as évekből, és azért látjuk azt, hogy ugyanannak a területnek kb. Ugyanolyan méretarányú térképein is a foltok, ez a folt, meg ez a folt, mondjuk, meg az itt. Van némi hasonlóság, de azért jelentős különbségek is vannak. A színek, az mindegy, hogy milyenek a színek, de hogy a foltok mettől meddig tartanak, elvileg ezeknek azonosnak kellene lenniük. De a különböző szerzők és különböző korokban rendelkezésre álló képek, azok meghatározzák azt, hogy mit gondolunk, hogy micsoda az, amit látunk. Tehát még mindig újra és újra térképezik ugyanazt a területet, mert az újabb eredmények, újabb spektrális felbontású eredmények, infravörösben látható eredmények, hogyha azokat hozzáintegráljuk a korábbi eredményekhez, akkor kiderül, hogy nem volt igazunk. És úgy látszik, mégiscsak más. Persze megint azt mondom, hogy most azt mondjuk, hogy ja, nem volt igazunk, mert ez és ez az ez, de 20 év múlva meg azt fogjuk mondani, hogy 20 évvel ezelőtt hát mégse volt annyira igazuk, mert most már új eredményeink is vannak. Akkor hogyan megy egy ilyen geológiai, asztrogeológiai fotóinterpretáció, vagy értelmezés? Ez mondjuk ez a képünk.
Albedó. Ja nem, leírás domborzó. Tehát először leírjuk. Ezt is meg kellett tanulni, hogy ne rögtön interpretáljunk, ne rögtön értelmezzük, ne mondjuk azt, hogy kráter, hanem kezdjük azzal, hogy itt vonalas alakzatokat látunk, itt egy sima alakzatot látunk, ami mintha kerek lenne, itt ilyen érdesebb, tagoltabb felszínt látunk, itt ebből a vonalas alakzatból pedig világos színű valami foltok áramlanak kifelé. Tehát próbáljunk meg olyan kifejezéseket használni, amik leíró jellegűek, amikben biztos, hogy nem tévedhetünk. Amikben 100 év múlva is azt fogják mondani, hogy ez a leírás helyes. És akkor utána térhetünk rá az értelmezésre, amikor a mai geológiai tudásunk alapján azt mondjuk, hogy akkor ez így alakult ki, és ilyen anyagból van, és a többi. Tehát először azt mondjuk, hogy leírás. Tehát látjuk, ez sima, ez egy árok, ez egy kerek alakzat, ez a domborzatnak a leírása, amit onnan tudunk, hogy látjuk az árnyékokat, és onnan, hogy tudjuk, hogy merről sütött a nap, ebben az esetben innen alulról sütött a nap errefelé. Aztán leírhatjuk az albedót, amit az elején mondtam, ezt a két tematikát. Az albedó a fényesség visszaverés. Azt látjuk, hogy egy szürke háttér veszi körbe, az, vagy egy szürke felszínt látunk, ami vannak világos foltok, amik ezekből a lineáris alakzatokból jönnek kifelé, és vannak itt ilyen sötétebb foltok is a szürkén belül. Ennyit tudunk az albedóról. Ez mire utal, azt nem tudjuk. Anyagi összetétel, anyagi minőség, vagy szemcsézettség. És akkor itt jön, a 60-as évekig ennyit tudtak megfigyelni, illetve ennyit láttak meg a szemeikkel az akkori csillagászok, és a 60-as évektől, amikor a geológusok vették át az irányítást, akkor azt mondták, hogy mi ennél többet is tudunk, mert a földi geológiánál nem csak ezt nézzük, hanem a földi geológusok megkeresik az anyagi egységeknek a határoló vonalait. Mi egy anyagi egység? Egy geológiai egység. Az, ami egy időben keletkezett egy helyszínen, egy eseményben, az a kőzet. Tehát itt az anyagi egységnek itt van a határa, azt mondhatjuk, hogy ez a sima kőzet, vagy ez a sima felszín, ez egy egységbe tartozik, mert ez valószínűleg egy időben mert nincs semmi, ami keresztezné, vagy ami rátelepülne. Települési törvényt már 17. század óta ismerik a geológusok, csillagászoknak ez még nem esett le addig, hogy ezt is lehetne használni. Tehát ennek alapján meg lehet határozni a korát, a relatív korát az egyes alakzatoknak, tehát azt mondjuk, hogy ez a sima dolog, ez ráfolyott erre az érdes dologra, ami korábban az egész felszínt beborította, akkor azt mondjuk, ez a két egységünk van, az érdes meg a sima, és melyik az idősebb, miután a sima folyja körbe az érdeset, ezért a sima a fiatalabb, és az érdes az idősebb. Ez segíti még a kormeghatározást, a krátereknek a megfigyelése, ez más égitesteken jól működik, a Földön annyira nem, hogy minél több kráter van egy felszínen, annál idősebb. Annál több ideig volt kitéve a becsapódásoknak. Tehát megnézzük, hogy ezt a két egységen mennyi kráterünk van. Nézzük a simát, a simán látunk krátereket? A simán én nem látok. Hát ebben a méret tartományban, amit látszik, én egyetlen. Talán itt van egy. Itt van egy friss, kicsike kráter. Akkor itt van egy kráter. Hány kráter van az idős egységben? Ezek mind az idős egységben vannak, ezek a nagy kráterek. Ezek az érdes felszínt tagolják. Tehát azt látjuk, hogy az érdes felszín, miután sok kráter van és nagy kráterek vannak, az sokkal-sokkal idősebb, mint ez a fiatal. Tehát itt relatíve meg tudtuk azt határozni kráterszámlálással, hogy mennyi időbeli különbség telt el ennek a kőzet tömbnek, vagy egységnek a települése között, és a között, az esemény között, amikor erre ráfolyott ez a sima anyag. Ez konkrétan számszerűsíteni lehet, mondjuk mondhatom azt, hogy ez 100 millió éves, ez meg 3 milliárd éves, kb. Ilyen számok jönnének ki. Mi történt a kettő között? Ez a nagy enigma a Marson, hogy lehet, hogy ennyire hosszú idő keresztül nem nagyon történt semmi, vagy lehetséges, hogy az anyag ez be volt borítva egy másik anyaggal, ami közben leerodálódott. Lehet, hogy nagyon sokszor megismétlődött az, hogy ezt a régi anyagot valamilyen vulkáni hamu, vagy valamihez hasonló anyag beborította, aztán a szél lefújta róla, és ez sokszor ismétlődött. És aztán végül a láva elintézte, ha ez egy láva, a felszínnek a történetét, mert ezt már nem tudja a szél leerodálni. Tehát itt valamikor egy vulkáni aktivitás is lezajlott. Ami persze lehet, hogy alatta is van egy régebbi vulkáni aktivitásnak a nyoma, azt nem lehet tudni. Struktúrák, nem csak anyagi egységek vannak itt a képen, hanem struktúrák is, amik belemélyednek, például ez a lineáris alakzat, ami
megint csak a kor hogy határozható meg, mit keresztez ez az alakzat. Tehát láttuk, hogy ez a legrégebbi, ez a legfiatalabb, ez vajon milyen idős ezekhez képest. Miután ez keresztül megy ezen a régin, ezért a régit keresztezi, tehát ez fiatalabbnak kell lennie, mint a régi, de keresztül megy ezen a láva folyáson is, tehát valószínűleg a láva nem belefolyott és kifolyott a másik felén, tehát ez a legfiatalabb alakzat a képen, és ebből az alakzatból jönnek ki ezek a fehér tüskék, tehát ez még fiatalabb ennél, tehát már is négy különböző időbeli eseményt látunk a képen, és akkor jön az interpretáció, az értelmezés, hogy azt mondjuk, hogy ehhez már kell geológiai kontextus, meg geológiai tudás, hogy azt mondjuk, hogy a legidősebb, az azért ennyire érdes, durva szemcsés, mert ezek becsapódások tagolták, becsapódott egy meteorit valahová, kilökte az anyagot, az szétterült. Mellette becsapódott egy másik, kisebb vagy nagyobb, és ez évmilliókon keresztül ismétlődött, és ez egy ilyen becsapódási breccsát, vagy megabreccsát, több kilométer vastag megabreccsát hozott létre. Erre valamikor vulkáni láva folyott, hogyha megkeressük ezeknek a forrását, ezek ilyen hasonló törések lesznek, tehát valószínűleg hasadék vulkánosság történt, de a vulkáni láva folyásoknak az albedóban látjuk a nyomait. Tehát ezek a sötétebb kicsi mintázat, ez a láva folyásoknak a határait jelzi. És a vulkáni láva az, amelyik így szépen körbe tudja folyni az idősebb területeket, tehát ez szintvonalban van. Mondhatnák azt is, hogy lehet, hogy itt egy tó volt, vagy egy tenger, és a tengeri üledék ugyanilyen szép, sima felületet hozna létre. De abban az időben, amikor ez a vulkanizmus lejátszódott, akkor nem volt már olyan sűrű légköre a Marsnak, hogy tavakat el tudjon volna tartani, tehát itt nem valószínű a tó. De ránézésre lehetne tavi üledék is. És ez pedig, ha egyenes vonalakat látunk, akkor az tektonikára utal. Tehát egy repedés, egy megszilárdult felszín valamilyen húzóerők vagy nyomóerők hatására, feszültség hatására eltörik. Amikor ez eltörik, akkor valószínűleg egy nagy földrengés is bekövetkezik, és ezek a törések, ahogy itt szétfeszül a kéreg, kioldódik a feszültség, és utána esetleg tovább megy a feszültség, de akkor itt már megszűnt a feszültség, és marad a törés, az egyenes törés. Hogyha ez kanyarogna, ez a völgy, akkor azt mondanám, hogy ez valószínűleg valamilyen csatorna, valamilyen folyó, akár víz folyott benne, akár láva folyott. Tehát az, a lineáris alakzatok, az egyenes alakzatoknak a lefolyása, vagy a mintája az, ami a genetikára, az eredetre utal. És ez pedig kísértetiesen emlékeztet arra, mintha itt por gyűlt volna össze, amit a szél kifúj ezekből az árkokból. De hát ezt most hasraütésre mondom a földi tapasztalataim alapján, de sok ilyet látunk a Földön, mondjuk egy hóval is megesik, de a fehér itt valószínűleg ez infravörös kép, tehát ez valójában sötét a színe. Tehát ez bazalt homok, egy értelmes becslés alapján. Mondom azt, hogy ezekben bazalt homok gyűlt meg, és akkor már is tudjuk a szélirányt, hogy onnantól erre felé fúj a szél. Tehát ezt lehet így kihámozni egy ilyen képből, ez a geológiai fotóinterpretáció. És akkor ezt meg lehet csinálni különböző égitesteken, különböző képekkel. Na most akkor hogyan jeleníthetjük ezt meg térképen? Sikerült kikapcsolnom, nagyon jó. Térképen, hogy milyen módszereink vannak, ugye az kezdetben rajzoltak. A rajzokat úgy lehetett sokszorosítani, hogy litografálták, vagy részmetszetet készítettek belőle. Tehát ez a 17-19. Századnak a világa, de akkor ilyenek voltak a térképek. Aztán volt, aki festett kéziratos formában, és akkor azt metszették művészek, akik értettek hozzá. Aztán 60-as években jött ez a szórópisztolyos megoldás Amerikában, a Szovjetunióban ceruzával és szénrajzzal csinálták ugyanezeket a nagyon finom árnyalatokat tartalmazó térképeket. Ez erre egy példa, ez egy orosz holttérkép. Aztán amikor megjelenik a fotó, akkor ezt ki lehet dobni, és hogyha már nagyon jó minőségű a fotó, akkor lehet mozaikolni a fotókat, és amikor már tudjuk, hogy miről van szó, akkor lehet egyszerűsíteni ezek a vonalas rajzok, de már nem az a vonalas rajz, ami realista módon le akarta másolni azt, ami a látvány, hanem ez már egy ilyen műszaki rajzhoz hasonló vonalas rajz, ami már kiemeli a fontos dolgot, egyszerűsít, nem biztos, hogy pontosan úgy ábrázolja azt, amit... Tehát nem,
nem egy realista ábrázolást akar mutatni a nézőknek, hanem egy értő ábrázolást akar mutatni. És ugyanez, hogyha a geológiai térképet csinálunk, akkor a foltokat, vagyis ezeket a geológiai egységeket különböző színekkel színezzük, amire van valamilyen standard, hogy piros az vulkáni mondjuk, hogy nagyjából, de nem mindig. És az érdekes az, hogy ennek a kornak vége van nagyjából. Most már senki nem papírtérképeket használ az elmúlt kb. 10 évben. Ez az átmenet, ez azt hiszem, hogy 100%-osan megtörtént. Mindenki, minden asztrogeológus még nagy presztízsűnek tartja a papírtérképeket, mert talán már ebben nőtt bele, és egy ilyen nagy térképi ívet kiteregetni az olyan érzés, hogy tényleg a munkának az eredménye, az űrszondás küldetésnek valahol ez így összesűríti az eredményeit, egy ilyen geológiai térkép. Hihetetlen sok különböző információ van belesűrítve. De nem lehet használni, mert amit a következő küldetés megtervezésére használnak, azok nem ezek a papírtérképek, hanem azt már számítógéppel csinálják, számítógépen rételket vetítenek egymásnak, és ezeknek a egymáshoz való viszonyát nézik, hogyha itt ennyi a lejtőszög, ott annyi, és ugyanitt ennyi a külön valamilyen agyagásványnak az összetétele, és itt ilyen a szikláknak az eloszlása, ennyi az albedó, és ennyi kráter van, tehát ennyi idős, akkor ezen a területen leszállhatunk, mert ez érdekes, de ha mellette ez és ez és ez másmilyen paramétereket tartalmaz, akkor ott nem. Tehát az egész átment digitális földrajzi információs rendszerbe, ez a GIS rendszerbe. És itt már nincs igazán megjelenítés ezeknek az adatoknak. Nincs rajz, nincs szín, ezek adatok, amiket a felhasználó dönti el, hogy hogyan, milyen vonallal rajzolja meg, hogyan színezi ki azokat az egységeket. A stílus, a vizuális stílus, az már mind a felhasználón múlik. Csak magát a nyers adatot kapja meg, ami vetíthet ilyen vetületbe, olyan vetületbe. Tehát minden térbeli, minden képi módját a térképnek már a felhasználó maga gyárt le, és maga állítja össze azokat a rétegeket, amikre szüksége van. Tehát a kutatóknak ilyen egyedi rétegeket kell legyártania, és ezeket közzétennie, és az tényleg az elmúlt 10 évben zajlik ez az átmenet, és ezeket fogják használni a következő küldetésnél. És kérdés az, hogy meddig fognak még papírtérképeket kiadni egyáltalán. Tehát, hogy már mi sem, tehát a Földön sem használunk papírtérképet, vagy egyre kevésbé, amikor a biztonság kedvére kimerül az elem, vagy elmegy a térerő, akkor még van papírtérkép egy autóban esetleg, de hétköznapokban már mi is digitális térképeket használunk, amiben mondjuk a nagyon homogenizál az, hogy van egy nagy cég, ugye, aminek a térképét majdnem mindenki használja, de azért vannak mások is, és mostanában kezdik felfedezni az újféle digitális térképi stílusokat, ami az egyetlen domináns, azt gondoljuk, hogy ilyen a térkép, hát valójában pedig nincs a térkép. A domborzati térkép. Egy módszert mutatok, hogy hogyan lehet ilyen szép színfokozatos domborzati térképet előállítani. Ugye kell két kép, ez a fotogrammetriai módszer, hogyha nincs lézeres magasságmérés az adott égítésről, és a legtöbb égítésről nincsen, csak fényképek vannak. Két fényképet készítünk ugyanarról a területről, különböző nézőpontokból. Tehát, mint a két szemünk, ahogy ugyanazt a dolgot két nézőpontból látja, és ha ezt a kettőt egymásra vetítjük, ugye piros-kék színszűrőkön, akkor a piros-kék szemüvegen keresztül néznénk, akkor az agyunk összerakná, és már is térbe látná ezt a képet, mert az egyik szemünkbe csak az egyik képről készült információ jut el, a másikba pedig a másik. Viszont ha erre ráeresztünk egy számítógépes programot, akkor a két kép közötti különbségből ő meg tudja állapítani, hogy egy referencia szinthez képest az milyen magasságban van az a pixel, és egy szép digitális terepmodellt tudunk gyártani, amivel már számolni lehet. Tehát ezzel még nem lehet számolni, de geológiai értelmezéssel már alkalmas, hogyha erre egy az összes ilyen bemutatónak az lenne itt az eleme, hogy akkor én nekem most szét kéne osztani kék-piros szemüvegeket, és akkor mindenki fölkiáltana, hogy ó, hú, és ez milyen érdekes, mert hogy tényleg egyszer csak térbe kerül a kép, és tényleg fantasztikus, ahogy az ember először meglátja a domborzatot egy ilyen felvételen. De hát most elégedjünk meg ennyivel.
néhány mérföldkő az elmúlt 400 évből, hogy hogyan változott, hogyan jöttek elő az új technológiák. Ez, amiről az elején beszéltem, hogy ha egy adott pillanatban látjuk a Holdat, akkor ezt látjuk. És itt van a két tematika, itt az albedó térképet látjuk, itt pedig a topográfiai térképnek a Terminátor vonal menti részét. És ez egy rossz fénykép, de amikor először megláttam, én nem hittem a szememnek, hogy ez egy rézmetszet. Azt hittem, hogy ez egy fotó. Tehát a rézmetsző, hogyha az elég tehetséges, akkor megszólalásig vissza tudja adni azt a képet, amit a távcsövön keresztül látna az ember. Tehát, és ez 1700-as, nem, sőt 1600-as évek, egy Claude Mellan nevű rézmetsző készítette ezeket a képeket. De ez még nem térkép. Tehát itt még ki kellett találni azt, hogy hiába rajzolja le a Holdat, abból még nem lesz térkép. Az 1600-as években három térkép, csillagász is volt, aki részletesebb térképeket rajzolt, amit az adott távcsövek lehetővé tettek, és mind a három egy különböző névanyagot szállított hozzá. Tehát hárman voltak, akik közül ők ketten, Langrenus és Hevelius valószínűleg nem ismerték egymást, de a harmadik Riccioli és Grimaldi valószínűleg ismerték a korábbiakat, és egy újabb verziót hozott létre. Tehát ez az első pillanatnak a varázsa, amikor egy személyben az a csillagász határozhatta meg, hogy hogyan fogják nevezni a Holdnak az alakzatait. Ez azért egy soha vissza nem térő pillanat, és ez háromszor megismétlődött, mert mindegyik megpróbálta nyomni a saját nevezéktanát, és mindegyik más filozófiát alkalmazott. Langrenus korabeli hírességekről, királyokról, szentekről nevezte el az alakzatokat, tehát ez egy ugye, monarchisztikus rendszernek a leképezése. Hevelius földi neveket rakott át a Hold térképére, ő a mediterránt szinte egy az egyben fölrakta, és a földi földrajzi neveket használta, és a térképe is úgy nézett ki, mintha egy földi területet ábrázolna, ilyen kis dombocska alakú hegyek sorával, és a kontinens tenger elkülönést a legerősebben szimbolizálta ő a saját térképén. Tehát ez pedig a Riccioli és Grimaldinak a olasz jezsuita szerzeteseknek a térképe, aki pedig megtartotta a Terra Oceanus, Terra Mare elkülönülést, amit még Langrenus vezetett be, de a tulajdonnevét leszette, és a híreség helyett régi filozófusokat, ókori csillagászokat ról nevezte az alakzatokat, és a terrákat és a márékat pedig meteorológiai jelenségekről, forróság, hőség, nyugalom, viharok, tehát a vízzel és a meteorológiával kapcsolatos fogalmakról nevezte el. És ez az, amit ma is használunk. Leszámítva azt, hogy ő a terráknak is neveket adott, vagyis hát egy felföld van, tehát különböző részeit a felföldeknek különböző nevekkel illette, és ez néhány száz év alatt elfelejtették ezeket, vagy lekopott, míg a márék megmaradtak. Tehát ez is fura, hogy a krátereknek van nevük, de egy nagyobb, kiterjedtebb regionális nevek nincsenek a Holdon. Ami szerintem nem jó. És ő itt már alkalmazott valamilyen foghálózatszerűséget, valamilyen azonosító területeket, tehát valahogy felosztotta a Holdat, amit az őt megelőző csillagászok nem tettek meg, oktánsokra, mert ugye ezt 8 pizzaszeletre oszthatjuk föl, és a neveket is úgy helyezte el, hogy itt a tetején kezdődtek a legrégebbi nevek, az ókori nevek, és ahogy így haladt az óramutatóval megfelelően, itt jutott el a kortársakhoz. Tehát az, hogy neveznek egy krátert, abból már azt is lehet tudni nagyjából, hogy az hol van, melyik oktánsban. Tehát a név az ugye a Terra Oceanus Montes, az utal arra, hogy néz ki az alakzat, a tulajdonnévi tagja pedig az is valamilyen információt tartalmaz a helyéről. Tehát ez egy zseniális rendszer, ami aztán annyi sokan változtatták meg, hogy fölbomlott, de az alapjai azok még mindig megvannak. A 1824 Wilhelm Lohrmann alkotta meg ezt a térképet, ami annyiban volt újdonság, hogy satírozást használt a
annak érzékeltetésére, hogy milyen meredek egy lejtő. És Lorman földi térképész volt, tehát földmérő volt, és térképeket rajzolt, és térképeket, Szászországnak a térképét rajzolta meg. Tehát ő azért tudott behozni egy akkor nagyon modern térképi ábrázolási módszert, mert ő maga is térképész volt, még az megelőző csillagászok nem voltak térképészek. Tehát mint ahogy később a geológusok, akik, amikor megjelentek a geológusok a planetológiában, ők behozták a földi geológiai tudásukat és a geológiai szemléletüket, megjelent egy térképész, és behozta azt a térképész szemléletet. És utána a későbbiek mindezt másolták, mert rájöttek, hogy igen, tényleg így kell térképeket csinálni. Ez az első, nem a legelső, de egyik az első ilyen kiemelő vázlattérképeknek, ahol bizonyos alakzatokat látunk, csak nem az a cél, hogy realistá legyen a hold korong ábrázolva, hanem hogy a fontos dolgokat kiemelje. És ez is egy nagy lépés abban, hogy valakinek ez eszébe jutott. Ami nem a technológiától függött. És akkor ez az illusztrációja a legnagyobb holdtérképnek, ez az illusztráció annak, amikor már a végletekig nő az 40-es, 50-es években a részletekbe való elmélyülés, vagy elveszés. A csillagász már elveszik a részletekben, mert nem igazán tudja, hogy miért csinálja, amit csinál. Tehát nem tudja, hogy mit kéne kiemelnie, ezért mindent megpróbál kiemelni, és még részletesebb térképeket rajzolni. És nem ez a helyes út, mint kiderült, hanem egy másik úton lehet a hold titkára fény deríteni. Többek között ezen az úton, hogy amikor fényképeket készítenek, és akkor itt a 60-as években már még az űrszondás küldetések előtt, az első űrszondás küldetések idején, amikor még csak földi felvételek voltak, de már tervezték az űrszondás küldetéseket, akkor a holdnak a pereméről úgy tudták meg, hogy a hold peremén mi van, milyen alakzatok vannak, hogy ezt rávetítették egy nagy gömbre, a fényképet, a földi fényképeket, és egyszerűen oldalról lefényképezték. És ez a fénykép már olyan vetületben mutatta ezt a nagyon nagy torzulással látható részletet, mintha fölötte lennénk, és így fedezték föl a Mare Orientalét, ami a legjobban megtartott, legkülönlegesebb gyűrűs, sokgyűrűs medence a Holdon, ami nagyon nagy változásokat hozott a holdi medencéknek az értelmezésében, és ez volt a kulcsa az, hogy helyesen értelmezzék a medencéket. És ezt meg tudták volna ezt tenni 100 évvel korábban? Tehát mi, egy vetítő kellett hozzá? Talán lehet, hogy nem. Egy gömb kell hozzá, meg egy vetítő, meg egy fényképezőgép. Fényképező sem kell, mert oda megy az ember, akkor látja. De ehhez is egy ötlet kellett. Tehát a technológia és egy ötletnek az összeházasításával, és persze nagyon rövid idő alatt már itt jártak, meg körbe ment egy űrszonda, úgyhogy néhány évig volt ez csak nagy szám, de akkor nagyon nagy szám volt. Akkor itt jönnek be a geológusok. Két vonalon indul a geológia. Azonos évben egymást ismerő amerikai geológusoktól, és itt az is fontos, hogy ez az a pillanat, ahol Amerikába kerül át a bolygó térképezés. Az oroszoknál is megy még, de Európából eltűnik. És innen minden az amerikaiaké. Európa az ilyen ismeretterjesztő szinten fontos, de tudományos szinten annyira nem. Tehát ez a térkép a stratigráfiát ábrázolja, azt mondja, hogy akkor nézzük meg, hogy milyen időben keletkeztek ezek az alakzatok egymásra település alapján, és a Mare az a központi szint, a tengerek, ezek a felföldek, azok a márék előtt keletkeztek, és ezek a kráterek a márék után keletkeztek. Tehát ezt a három kort határozza meg, Mare előtti, Mare és Mare utáni. Tehát a nagy vulkanizmus. Nagy vulkáni elöntés előtt keletkezett, és az azután keletkezett kráterek. És már is valahogy tagolni tudjuk a hold történetét, valami kiderül a hold történetéről. Hogy nem kerek alakzatoknak a össze-vissza keveréke a hold, hanem az látszik, hogy itt nagyon sok kráter van, és ez a holdnak a nagy része, ezt valahol elborította egy adott időben a sok kráter, és utána nagyon kevés kráter keletkezett. Tehát valami furcsa változásokat lehet azonosítani. Amit viszont ez a kutatás nem csinált meg, az, hogy az anyagi egységeket nem kereste meg, tehát csak az emeleteket definiálta, de hogy azok hogyan keletkeztek, és azok között anyagilag mi a különbség, azt nem definiálta, hanem ehelyett földrajzi szempontból definiált egységeket, tehát földtájakat határozott meg a Holdon.
És ez azóta, ez soha többet nem használták ezt a beosztást. Tehát északi mélyföldek, északi magasföldek, földrajzi jellegű neveket is adtak nekik, annak alapján, hogy milyen a kinézete, az általános kinézete a tájnak, és ez azért problémás, hogyha a történetre vagyunk kíváncsiak, mert a kinézet ez nagyon sok folyamatnak a végeredménye. Erózió, fölhalmozás, betemetés, nem tudjuk, hogy milyen folyamatok hozták létre azt, ami véletlenül pont olyan lett, amilyen. Ehelyett a geológusok azt nézik, hogy eredetileg hogyan alakult ki egy adott alakzat. Nem a nagyon sok egy helyben történt eseménynek a végeredményét nézik. És akkor ez mondjuk egy későbbi térkép, de annyira nem későbbi a Hold egy részéről. Ez az a geológiai módszer, amit azóta is használnak, ahol fölülről lefelé az emeletek láthatók, tehát itt a legfrissebben keletkezett alakzatok, vagy egységek, itt a legrégebbiek, de ezen belül a színek elkülönítik az eredetet. Tehát a piros vulkáni eredetű, a sárga az kráter, törmelékterítő, a barna az megabreccsa, és vannak még tektonikus, meg egyéb alakzatok is. Tehát ez az, ami ez úgy tűnik, hogy a 60-as évektől máig működik, és a földi geológusok is ezt használják, hogy ez az, amivel a legjobban meg lehet azt határozni, hogy vajon hogyan alakult ki ez a felszín, és óriási nagy tévedéseket is lehet tenni. Tehát ugye ismerünk olyan marsi leszálló helyet, amit úgy gondoltak, hogy üledék, tavi üledék található, és amikor leszálltak, csak bazaltlávákat találtak azon a helyen. Tehát itt, amíg nem nincsenek helyszíni mérések, igazából addig minden csak egyfajta értelmezés. Az oroszok készítettek több száz, majdnem 300 térképet 1969-ig a Holdról. Nagyon részletgazdag térképeket. Bocsánat, az amerikaiak. Az amerikaiak 300-at készítettek. Ugyanez alatt az idő alatt az oroszok... Ez egy másik szlájdon van, amiről most beszélek. De ugyanezen az idő alatt az oroszok készítettek 6-ot. Tehát ez arra utal... Ez igazából utal arra, hogy mekkora különbség volt a két nemzetnek az erőforrása, tehát hogy mennyire komolyan tudták venni a holdra leszállásnak az előkészítését. Tehát a holdra szállás előtti 300 térkép, amivel meghatározták azt, hogy hol szálljon le az Apollo, ha ezt összevetjük az oroszok által ugyanebben az időben készített 6 darab térképpel, ami sokkal kevésbé részletgazdag volt, akkor azt látom, hogy nincs sok alapja annak, hogy az oroszok komolyan gondolkodtak abban, hogy ember szálljon le a holdon. Már orosz szálljon le a holdon. Mert nem készítették elő egyáltalán. Vagy nem tudták, vagy nem akarták, vagy nem készítették elő. Gyorsan a Marsról néhány kép. A Marson nem látható árnyék a Földről nézve. Mert mindig a nap felől nézzük. Nincs, a Terminátor vonalat nem látjuk, vagy csak nagyon a peremén. Tehát a Marson csak albedó térképet tudunk készíteni, ami egy ilyen képet ad. És nagyjából ugyanebben az időben, a 19. század végén készült ez a két térkép, és mégis a két térkép radikálisan különböző képet ad a Marsról. Az egyik elmosódott, sötét és világos foltokat jelenít meg, a másik pedig éles határú foltokat, amiket tűéles, egyenes és görbe vonalak kötnek össze. Ezek a Mars csatornák. Most, amikor ezeket publikálták ezek a csillagászok, akkor a nagy közönség föltehette a kérdést, hogy melyiknek higgyünk. Mert a kettő egyszerre nem létezhet. És hogyha az egyenes alakzatok léteznek, akkor egyenes alakzatok azok nyilvánvalóan mesterségesek, mert egyenes alakzatot a természet nem nagyon hoz létre. Mutattam azokat a tektonikus töréseket, azok valamelyest egyenesek, de nem ennyi kilométeren keresztül, ennyi távolságon keresztül, sem ennyire egyenesek. És a görbék sem ennyire, mondjuk az Európán azért vannak ilyen szépen az ívüket megtartó görbék, de nem ez a jellemző. Tehát akkor itt ez mesterségesnek kell lennie. És erről egy amerikai szerző írt egy könyvet, és rengeteg tanulmányt, amiben azt állítja, hogy amikor szembeállították ezt a két térképet, akkor az emberek azok az élesebb térképnek hittek, mert az kommunikált ez a térkép, hogy ez a részletgazdagabb, ez a jobb, ez a helyesebb térkép, ez homályosabb, ők nem látják annyira jól, rosszabb műszereket használnak. Aki viszont ezt készítette, az jobb műszert használ, tehát láthatóan élesebbek a vonalak, tehát láthatóan többet mutat a Marsról, tehát egész biztos, hogy ez az igazi kép. És ez a vita,
Ez 60-as évekig, amikor az első űrszondák oda kerültek a Mars körüli pályára, addig élt, mert nem lehetett a Földről eldönteni, mert a csillagászok egy része ilyen térképeket rajzolt, másik része meg olyanokat. Még 1890 körüli Magyar Tudományos Akadémiai vita is volt erről Pesten, hogy akkor most ez a Mars képe, vagy az a Mars képe magyar csillagászok között. Tehát ez mindenkit foglalkoztatott. És akkor itt vannak 60-as évekbeli az amerikai Air Force, az magyarul légierő által készített térképek, mert a légierő készítette a katonai térképeket, tehát ott voltak a legjobb szakemberek, ők készítették elő az első Mars expedíciót és a Hold expedíciónak a térképezés. Sőt is ők csinálták. Tehát a 60-as években még nagyon komolyan ilyen térképeket rajzoltak. Mariner 69 az űrszondának a neve. Mariner 9-nek talán, vagy 4-nek, vagy 5-nek. És az űrszondának az előkészítő térképe tartalmazta a csatornákat. Tehát tényleg komolyan gondolták, hogy nem tudjuk. És amikor odaérkezett az űrszonda, akkor elkezdték a képeket ragaszgatni ilyen óriási gömbökre, és így állt össze az első kép a Marsról, és ez semmi ilyesmit nem mutatott. Tehát oda kellett menni, le kellett fényképezni, és akkor lehetünk csak biztosak benne, hogy ez a csatornák az egy érzékcsalódás volt. És néhány éven belül kész volt a Mars geológiai térképe. Hihetetlen ugrás. Ez a pár év alatt eljutni a Mars csatornák világából egy ilyen geológiai térképig, ahol meg van jelölve, hogy ezek 20 kilométeres vulkáni kúpok például. Ha térképezésről beszélünk, akkor minden iskolás megismerkedik az atlasznak a fogalmával, és furcsa módon az amerikaiak nem csinálnak atlaszokat, ők is csináltak a 19. században, meg világatlaszok azok léteznek, de bolygóatlaszok azok nem. Az amerikai bolygóatlasz atlasznak hívják a geológiai térkép sorozatot. Annak az a neve, hogy a Mars atlasza. De az nem, nem az európai értelemben vett atlasz. Az egyetlen atlasz, amiről én tudok, és térképészek által készített anyagot tartalmaz, az az orosz Miigaik nevű egyetem, geodéziai és térképészeti egyetemnek a munkatársai készítették. 10 éven keresztül dolgoztak ezen az atlaszon, és 92-ben publikálták. És ez olyan térképeket tartalmaz, ami egy amerikai kutatónak nevetségesnek tűnhet. Tehát ilyen játéktérképek, játékszínekkel. És ilyen nagyon egyszerű krikszkrakszos rajzokkal. És én mégis azt gondolom, hogy máig nem nagyon készítettek az amerikaiak ilyen térképeket, amik ennyire szépen, egyszerűen elmagyarázták volna, hogy mit látunk mi a Marson. Ezek morfológiai térképek az orosz felirat szerint, vagy geológiai, geológo-morfológicseszkák térképek, tehát geológiai morfológiai térképek, és vegyül a geológia és a morfológia benne, és közben a topográfia is, tehát a domborzat is, mert a kék részek azok mélyebben vannak, tehát valahol a szintvonalakat is, mintha látnánk, és az alakzatokat is látjuk, tehát nagyon sok tematikát vegyít egybe, egy képen, plusz a színekkel megtámasztva. Ez nem egy geológiai térkép, és nem egy morfológiai térkép. Mind a kettő teljesen másmilyen lenne. Mind a kettő tulajdonképpen egy kicsit értelmezhetetlen lenne az egyszerű ember számára, ez a geológiai térkép, és látjuk, hogy ez zavaros. Tudományosan korrekt, és a geológiai egységeket mutatja. Ez viszont érthető is. Tehát valahogy úgy tudtak szintetizálni, ahogy a részletekben és az egységességben elvesző kutatók nem, mert ehhez térképésznek kell lenni. Ez földrajzos szemléletű térképésznek kell lenni, hogy ezt a sokféle adatot ilyen egyszerűen ábrázolni tudják. Generalizálni, igen, tehát a geológiát is generalizálni kell, a folyamatokat is valahogy le kell egyszerűsíteni, és a térképet nyilván. És akkor itt van az én generalizálásomra egy példa. Ez az én kutatási területem a Hellas medence szélén, a Nauvoo-val lesz terület, ami egy domborzati térkép, élesen kiemelve a völgyeket, így néz ki, és ebből hoztam létre ezt a metró térképet, ami azt a módszert alkalmazza, amivel a londoni metrónak van egy ilyen nagyon híres térképe, amit aztán mindenki utánzott.
ami valahogy jobban rávilágít a folyóknak az egymáshoz való kapcsolatára, és főképpen a törmelékterítőkkel való kapcsolatára. Hogy hol, honnan, hová folyik, melyik ág, honnan ered, és hogy van kapcsolatban a többivel. Tehát ez egy végletesen, ilyet senki nem csinál, és hát nem is tudom, hogy tudományos szempontból ez értékelhető-e egyáltalán. És itt is egy probléma az, hogy ugye a színek használata, hogy merjünk-e zöldet használni a Marson, merjünk-e kéket használni, mert ez a Földön már megszokottan a mélyföldeket, vagy az alföldeket, vegetációra is utal valahol, léghajlatra is utal valahol, növényzetre is utal valahol, tehát hogy ez tiltott színe a zöld a Marson, térképészetileg, és hogy ezeket a völgyeket én merjem-e kékkel ábrázolni. Mert ezek nem folyóvölgyek. A földi térképeken ezzel egész évben vizet tartalmazó völgyeket jelöljük, és már az évszakosan aktív folyókat is szaggatott vonallal jelöljük, vagy a vádikat a Szaharában, ott esetleg pontozott, vagy akár más színnel is lehet jelölni. Tehát, hogy viszont mégiscsak egyértelmű utal az én interpretációmra, hogy ezek valamikor 3 milliárd évvel ezelőtt folyóvölgyek voltak, és mondhatom, hogy nyilván senki nem gondolja, hogy ma is folyik ezekben víz, de hát, hogyha egy ilyet kiteszünk az internetre, vagy egy Facebookra, akkor nem biztos, hogy nyilván senki nem gondolja. Tehát ezek száraz völgyek, amikben a kék szín már eleve interpretálja azt, hogy értelmezi azt, hogy ez a völgy, ez folyóvízi eredetű. És szívügyünk itt Magyarországon az, hogy az ismeretterjesztésben is a bolygótérképek megjelenjenek, mert nem nagyon látjuk azt, hogy ilyenek egyáltalán kaphatóak lennének, pedig mennyiféle bolygótérkép van, tehát több ezer bolygótérképet adtak ki, és sok ismeretterjesztőt, de ezek nagyon kevés helyen kaphatóak Magyarországon. Úgyhogy az elmúlt 7 év, nem, 2012 óta, elmúlt 5 évben csináltunk egy sorozatot magyar gyerekkönyv illusztrátorok segítségével, amivel a fő naprendszer érdekesebb holdjait és bolygóit mutatjuk be gyerek karakterekkel, és nem művész illusztráció, a művész illusztrációnak és a kartográfiai pontosságnak valamilyen ötvözetével, mert minden ott van, ahol, tehát ami ezen a rajzon van, az ott van a helyén, a megfelelő vetületben. De valahogy mégis egyszerűsödik, kiszínesedik, és gyerekeknek talán hozzáférhetőbb lesz. Ez a térkép sorozat, és ezt 11 nyelvre lefordítottuk, interneten PDF formátumban látható, tehát senki nem tud róla, és miután nincs terjesztés, nincs kiadó mögötte, ez egy EU-s pályázat volt, non-profit alapon. Ez a nagy nehézség, hogy hiába készülnek el ezek a munkák, nem nagyon tudjuk a nagy közönséggel eljuttatni a hírt, hogy ezek léteznek. Jó, balra lehet adott egy macska? Ő? Macska? Denevér! Denevér, hát denevérekre a Plutó... Tudom, hogy a gyerekek sokkal jobban tudnak asszociálni. Igen, a Plutónak a tematikája, hogy az alvilág, és akkor az alvilágból egy csomó név kerül rá a Plutóra, és azt gondoltuk, hogy a Halloweennek a párhuzamba állítása ezzel, az a legközelebbi ehhez az alvilágos tematikához, úgyhogy ezért denevérek és kis szellemecskék népesítik be a Plutót. És akkor ez megint egy nagy vitára adhat alkalmat, főleg a NASA-ban, hogy ez mennyire az ezotéria és az UFO hívés hit felé viszi el a gyerekeket, hogy nem létező karaktereket vegyítünk létező geológiával, és hogy tudják-e a gyerekek azok, hogy ezek a karakterek nem a Plutó felszínén laknak, vagy hány éves kortól tudják, hogy ezt megtehetjük-e, vagy nem. Nem tudom, hogy van egyáltalán válasz erre, vagy... Hogy lehetne a geológiát egyáltalán a gyerekek felé kommunikálni? És akkor az utolsó kép az pedig egy példa crowdsourcingra, amikor a kutatók a nagy közönséget használják ki, vagy használják fel a térképezéshez, és szétbontják a térképezendő területeket kis képecskékre, és ha belép valaki ezekbe a crowdsourcing térképező felületekre, akkor itt kap egy challenge-et, amit el kell végeznie, és utána pontszámokat kap, tehát mondjuk is nagyon egyszerű dolgokat, hogyha kerek alakzatot látsz, az kerítsd körbe. Vagy hogyha egy lineáris alakzatot rász, húzzod egy vonalat. Nem kell azt a felhasználónak tudni, hogy mit csinál, de az alakzatokat föl tudja ismerni, és ha van 100 000 felhasználó, és 100 000 ilyen kicsi képecskén csak egyetlen egyet
végig játszik, akkor akkor a kutató, aki ezt kihasználja, ez 100 000 ingyen munkaerővel gyarapodott, és 1-2 éves lefutási idővel annyi képet dolgoz föl, amit ő és az ő munkatársai mondjuk 50 év alatt tudtak volna megcsinálni. Tehát lehet, hogy e felé mutat a jövő, hogy ezeket a favágó munkákat, amíg nincs egy automatizált rendszer, valami mesterséges intelligencia, ami ezt megcsinálja nekik, addig össze lehet vonni az ismeretterjesztés, mert ez vonza nyilván a maskot, tök érdekes, hogy masképeket és tudományos módszerekkel dolgozunk föl, tehát egy gyerekektől a idősebbekig, ez mindenki nagyon szívesen csatlakozik egy ilyen projekthez, úgy érzi, hogy csinált valamit. Ő is kicsit részt vett a Mars felfedezésében. Tehát ez egy... egyre több ilyet fogunk látni valószínűleg a jövőben. És akkor karrier lehetőség a bolygó térképészetben. Európában és Amerikában vannak olyan pályázatok, ahol lehet pénzt, most a magam élettörténetét mesélem el, lehet pénzt keresni azzal, hogy valaki Marsot térképez. Amerikában sokkal jobban, mint Európában. Európában inkább az ilyen nagy konglomerátumok kapnak pénzt. Amerikában az egyéni kutatók is esélyesek rá. Egy ilyen geológiai térképnek az elkészítése 4 év, plusz 1 év a térképi megjelenítés, ami nem 4 év folyamatos munkát jelent, hanem a 4 év alatt kb. 2 évnyi munkát, ami lehet 2-3 szerzőre szétosztva. És ez a 2 éves munka, az kb. 300 000 dollárba kerül. Ennyibe kerül egy térkép munkája. És akkor, amit az elején mondtam, hogy átalakul a térképnek a fogalma, már nem csak nyomtatott térképeket, ez egy gyönyörű 60-as évekbeli térkép, ami engem ilyen óceán mélység térképre emlékeztet. És tehát a monumentalitás ezeknek a térképeknek, abban van az erejük. De hogy ez átmegy GIS-be, digitális adatbázisokba, vagy éppen digitális felületekre, mint a Google-nak a Mars térképe, ahol néhány kattintással tetszőleges mértékig zoomolhatunk bele több 10 000 képnek a mozaikjába. És ez, ahol már a kutatók is egyre inkább itt ezeket a felületeket kezdik el használni. Köszönöm a figyelmet! Akkor. Ja, igen, ez az első Mars térképem. Ezt 2001-ben készítettem. Én csak színeztem és szerkesztettem. A háttér az egy orosz szerzőpárosnak a mélyigáikban készült. Pauszra ceruzával rajzolt domborzat árnyékolásos térképe adja az alapját. Úgyhogy sok szeretettel itt hagyom ajándékba Fehérvári csillagászok számára. És ha van kérdésük, vagy kommentáljuk, akkor azt szívesen adom. Köszönjük szépen ezt a lenyűgöző előadást, és most már meg is más szemmel nézek a térképre, ha rámerek nézni egyáltalán. A kérdések hogy ne, akkor Péter? Két nagyon gyors kérdés. Az egyik, volt egy ábra, amikor az időbeli folyamat, hogy először volt a tagoltabb terep, aztán lett a sima. Ezt mi magyarázza? Mert lehetne fordítva is gondolkodni, hogy először volt a sima, és utána különböző felszínalakító valamik miatt lett a tagoltabb. A kontextus. Tehát, hogyha a nagyobb képet látjuk, akkor egyértelmű válik, hogy a fél déli féltek a Marsnak ilyen elöntés, viszont nagyon kevés területen van. Tehát a kontextusból látjuk, hogy honnan folyott ki ez a sima láva, és hogy ez ténylegesen nagyon nagy területen fedetlenül megtalálható. Uh-huh. Jó. Igen, tehát ez teljesen igaz, hogy egy kép alapján nem tudjuk ezt értelmezni. Persze, mert ugye hát vannak építő, belső erők, külső erők, stb. Összhatásban dolgoznak. Abszolút. A felszínen. Tehát, jó, ezért kérdeztem, hogy mi alapján lehetett azt mondani, hogy ez így időben így történt.
Oké. És a másik, a szóba került ez az analív szemlélés, ez a piros-zöld vagy piros-kék. Igazából ez az analív szemlélés, ez a térbeli szemlélésre jó, de hogyha méréseket is akarunk, és pontos magassági méréseket is akarunk, akkor lehet, hogy más módszer. Igen. És a digitális fotogrammetriában ugye van sok módszer. Használják ezt, ezeket az egyéb módszereket? Analógot már nem, de a 70-es években analóg plottereken készítették, tehát a szemmel követték a szintvonalakat, de most már erre sok különböző drágaságú digitális módszer van, igen. Tehát most abszolút, tehát a pixelek egymáshoz képesti helyzetet nézik, és automatikusan azonosítják a pixeleket, kontrollpontokat vesznek föl. Igen. Az anaglif az inkább csak szemlélés. Igen, tehát az anaglif az igen, az arra jó. Így van. Így van. Kérdés? A hold nevezéktana, az körülbelül hány szóból áll, vagy az ki, hogyan változott ez? Tehát, hogy az eredetiek megmaradtak a több száz évvel ezelőttiek, vagy ma is változik ez? De még kérdeznék, jó? Igen. Hogy az érdekelne leginkább, hogy egy magyar embert mi motivál arra, hogy a Mars térképezéssel foglalkozzon. Ugye valami bepillantást kaptunk, hogy ez egy NASA egyéni pályázat lehetett, de hogy mi, hogyan indult ez az egész? Akkor a hold. A hold az, hát vagy ha 3 vagy 6, de ez elég nagy különbség. 3000, azt hiszem 3000 nevet tartalmaz. Tehát naprendszer égitestjei között itt van a legtöbb név. Ezeknek a nagy része kráternév, és még nagyobb része pedig csak betűvel jelzett kráternév. Tehát a kráterek körül a kráterneve plusz egy betűjel jelzi a kísérő krátereket. A 30-as évek közepén standardizálták ezeket, tehát addig minden kutató saját maga egészítette ki az újonnan felfedezett alakzatokkal a korábbi listákat, és bevette az egyiket, másikat meg nem vette be. Tehát a csillagászok maguk döntöttek arról. És a Nemzetközi Csillagászati Unió 10-es években döntött el, hogy ezt a sok dupla nevet rendet kell vágni itt, és 35-ben készült el az első lista, ami a standardizált neveket tartalmazta. És azóta megint növekszik a név, de már egy bizottság dönt róla. Tehát minden egyes nevet a Csillagászati Uniónak egy bizottsága bírál el, és ő rendel hozzá az adott holdi alakzathoz. Tehát növekszik a Marsról. Olyan nehéz a kérdés? Vagy nem tudom, hát, mitől kezdjük? Hát ez a ha nem is a miért élünk című kérdés, vagy a van-e Isten nevű kérdés, de hogy miért azt csinálom, amit csinálok típusú kérdés. Hát valószínűleg a gyerekkorra megy vissza. Tehát amikor volt egy ilyen lengyel mesekönyv, ilyen süveges, kék csillagásszal, csillagászat az volt a címe. És tehát akkor nagyon érdekelt, annyira érdekelt a csillagászat, hogy ezt majd, ha közvetítés van, vágjátok ki, hogy a könyvtári könyvekből kivágtam a Szaturnusz képét. És aztán földrajzos lettem, és a földrajzzal kezdtem foglalkozni, és a magyarországi akkoriban, akkor az szinte borítékolt volt, hogy akkor Magyarországgal fog foglalkozni az a földrajzos, aki Magyarországon tanul földrajzot. És amikor első éves egyetemista voltam, akkor pályáztam valahonnan megtudtam, hogy van egy ilyen pályázat. Az egyetlen pályázat Amerikában, ahol nemzetközi pályázók is részt vehetnek, a Hold és Bolygókutató Intézet Houstonban egy nyári gyakorlatra írt ki pályázatot, és oda én Európáról írtam valamit, az Európa Holdnak a felszíne alakzatait csoportosítottam, és ezt elfogadták. És én írtam hozzá alá a MCI támogatását akkor. Igen. És két hónapot eltöltöttem a top-top-topon levő amerikai kutatókkal. A témavezetőm Paul Shank volt, aki mindmáig a Plutónak a magassági térképét ő csinálta meg. Tehát a kutatások abszolút élvonalában van.
És az ő irányítása alatt voltam 2 hónapig. És ez határozta meg mindent ezután, hogy ezt láttam, ezt a környezetet. És akkor visszatértem ide, és azt gondoltam, hogy akkor itt most mi a Bérci Szaniszlóval együtt, akit planetológiát tanított az egyetemen, az ELTE-n, majd mi megcsináljuk a magyar planetológiát. És nem tudtuk megcsinálni. És most 2 évet voltam egy másik ösztöndíja Amerikában, és nem, hogy Magyarországon, de Európából is mennek el Amerikába. Tehát Európa sem nagyon tudta megcsinálni. Az olaszok most egyre erősebbek, mert nekik van saját műszerük a Merkur felé, Bepi Colombo szondán, tehát ott most van geológiai térképezés, meg a lengyelek valamiért érdeklődnek a téma iránt, de Amerika az, ahol ezt komolyan veszik, mert a saját szondáik repülnek, és valahogy az egész bolygókutatás így épül fel, hogy ha egy nemzetnek van egy saját szondája, akkor épül arra a szondák adatait feldolgozó rendszer az egyetemi oktatástól elkezdve a térképezésig. Ha nincs saját szondája az országnak, akkor nem gondolja, hogy ez fontos lenne. Tehát ez nem, Magyarország nem kirívó ebből a szempontból, abszolút. Így van. És igazából a kérdés az, hogy, és azt tették föl nekem sokan, hogy miért jöttem haza. És azért jöttem haza, mert rájöttem arra, hogy 2 éven keresztül, és ezt így nagyon szépen megfogalmaztam magamnak, egy olyan bolygót térképeztem, ahol nem lakik senki. És ez egy kicsit depresszív érzés volt. Tehát, hogy ezt az ember életét arra áldozni, hogy olyan felszíni alakzatokat térképezzen, ahol igazából nincs élet. És egyszer fog? Az nem az én térképemet fogja használni. Az nagyon sokan. És akkor most itthon mozgok az egyik, ugye én a média szakon tanítok rádiózást, egyetemi rádió, non-profit rádiózást, közösségi rádiózást. Tehát nagyon jól érzem magam, hogy egy kicsit ezzel foglalkozom, egy kicsit azzal foglalkozom, és ez nagyon szép ez a bolygótérképezés, de nagyon kemény munka, és akik ebben dolgoznak, azok a 60-as évektől, 70-es évektől ebben dolgoznak. Tehát az a generáció, az még mindig itt van. És persze jönnek az újak folyamatosan. Tehát egy életművet föl lehet építeni bolygótérképek rajzolására. De ez nem az én életművem, azt hiszem, hanem én most a kollégáimmal együtt 2011-től 15-ig egy enciklopédiát csináltam, aminek az a címe, hogy Encyclopedia of Planetary Landforms, bolygó felszín formák enciklopédiája. És abban összegyűjtöttünk 600 szócikket, 600 néven nevezett felszínformáról, vulkántól a sokgyűrűs kráterig. És ezt sokkal jobban élveztem, hogy átláttam az egész morfológiáját, a sokszínűségét a geológiának, és nem én hoztam létre új kutatást, nem én számolgattam, hanem én valahogy szintetizáltam ezt, és ilyen enciklopédia nem volt. És már láttam másoknál, láttam, hogy használják középiskolásoktól egyetemi fiatal kutatókig, hogy a kutatók ezzel nem igazán foglalkoznak, hogy amiket összegyűjtenek, azt szintetizálják, és review cikkeket írjanak, tehát vagy akár ismeretterjesztő, vagy ez valahol a kettő között van, az ismeretterjesztés és a tudomány között. És a tanításban, tehát ebben a fajta összefoglaló munkák írásában, ezt élvezem a legjobban, miközben ez kutatóként semmit nem hoz a konyhájára. Tehát nem idézik, nincs impact faktor egy enciklopédiának, de ez áll közel hozzám. Tehát nem csak Mars, hanem általában morfológia, felszíni formakincs. És hol érhetők el ezek a bolygótérképek? Mert szívesen linkeljük, melyik, vagy melyikre? Nem tudom én tovább. Hát ez az egész sorozat. Tehát... Van egy ilyen website, aminek az a cím, hogy planetarymapping.wordpress.com. Itt gyűjtöm össze az összes bolygótérképet, amivel valaha találkoztam. A USGS-nek az oldalán vannak az amerikai geológiai térképek, van egy gyerektérkép.wordpress.com, ahol ez a gyerektérkép sorozat érhető el. Tehát a online nagyon sok helyen vannak bolygótérképek. Elnézést, egy kérdés, lehet, hogy túlságosan szimpla lenne. Az érdekel, hogy a Holdat szinte óráról órára követhető most már a Hold felszínének az alakulása.
vannak-e olyan porviharok, amelyeknek a nyomait itt, vagy legalábbis véltük látni a kifújásokban, vagy a felszín, tehát a felszín alakító külső erők, azok ma is működő erők? Holdon? A Holdon. Hát erről lehet, hogy a Tepi többet tud, mint én. Ilyen becsapódások környezetében a becsapódáskori lökéshullám az valóban poranyagot, mint egy szélként fújja, és teríti szét. Tehát a becsapódásoknál mindenképpen van ez az elektrostatikusan töltött por, ami valahol ott lebeg. Annak is biztos van valamilyen mozgása vagy interakciója a felszínnel. A kráterekben, kráterek peremén olyan csatornákat, folyásnyomokat figyeltek meg a legrészletesebb űrfelvételeken, amik kísértetiesen emlékeztetnek vízmosásokra. Viszont az nyilván nem vízmosás. Tehát az is pornak a mozgása, száraz granulátum, porgranulátumnak a lefelé, mint ahogy a homok is folyni tud kvázi. Tehát ott is van homok mozgás, az egy nagyobb szemcseméretű, mint a por. De ezt nem képzeljük el, mint egy számunkat mondjuk. Hát egyébként egy becsapódás után, az nem feltétlenül számom, de az egy becsapódás után, ugye a holdpor az nagyon finom szemcsés. Tehát a becsapódás, amit föl kavar, az a por, és a lökéshullám, amit az kilök, abban a pillanatban, hogy radiálisan, ami szétterül, az lehetséges, hogy egy nagyon intenzív porviarhoz hasonló élmény, hogyha abban belekerülne az ember. Nagy érdeklődéssel hallgattam az előadásod, már csak azért is, mert többen kollégák közül tudják, hogy én a MIGAIK-on végeztem. 1985 és 90 között tengettem ott az életem. 90-ben végeztem aerofotogeodézia szakon. Eredetileg én kozmikus geodézia szakra szerettem volna menni, de az a külföldiek elől el volt zárva, úgyhogy így keveredtem a másik szakra, és hát most már 20-valahány éve oktatom a fotogrammetriát, és hát nekem szívügyem a kozmikus fotogrammetria és a térképészet. Ugye voltak ilyen szakdolgozataim is a magam egyszerű módján, a Hol Terminátor vonala mentén árnyékokból domborzatmodellezés és egyebek, digitális felületmodellek készítése, stb. Úgyhogy nekem nagyon tetszett az előadás, és örülök, hogy itt voltam. Egy kérdésem lenne, hogy a Holdról, vagy egyéb bolygókról, de inkább a Holdról, én annak idején, amikor én ezzel ugye a 90-es évek felé intenzívenben foglalkoztam, elég nehézkes volt találni domborzatmodelleket. Tehát szintvonalas térképeket ugye az amerikaiak készítettek, és abból interpolációval határoztunk meg magasságokat, egyebek. Most hogy áll ez a helyzet, mert nem követtem, tehát tölthetők le digitális domborzatmodellek most már is, hogy azoknak milyen a magassági részlete, tehát milyen pontosak ezek mondjuk a Hold esetében? A Lunar Reconnaissance Orbiternek a LOLA nevű lézeres magasságmérője, az egy globális térképet csinált, és az nem tudom, pár méteres talán? Tehát az elérhető, az egy hatalmas, hatalmas állomány formában. Tehát ez interpolálva van egy gridbe, DTM-be, az egyedi pontok is lekérhetőek, tehát egy nagyon pontos. És ez azt hiszem a Clementine is csinált valamit, ami egy katonai műhold volt. Nehezen volt, de most már az is elérhető, de a LOLA most az mindent visz. Igen. És nem csak a LOLA, az lézeres magasságmérő, hanem ugyanez ez az űrszonda a széles látószögű kamerájával sztereóban végigfényképezte a Holdat, és abban meg egy fotogrammetriával csináltak egy sztereó doborzati modell. Tehát kettő közül is lehet választani. És a kínaiak is csináltak, a Chang'e, nem tudom, egy vagy kettő. Az is valami kínai websájton, ami mindig változtatja a helyét, elérhető. Tehát nekik is van egy sokkal rosszabb felbontású. Úgyhogy már három független forrás is van. Amit említettél, Hold térképek, Atlaszt, az éppen akkor voltam ott, tehát engem tanítottak azok az emberek akkor ebben
emlékszem, akkor volt ez nagy házban, hogy készüljön az atlasz. Igen, a Kira Singaljóval ő vezette ezeket ennek az atlasznak a munkálatait. És az az érdekes, hogy ez nincs folytatása, hát értem, nem, ugye a Szovjetunió szétbomlása után az... egy Max Lab nevű laboratórium, ami most a Migáikban ilyen bolygókutatással foglalkozik, ők most a Lunokhodnak a útvonalait újra térképezték, rekonstruálták, és elvileg előkészítik a Luna 20, nem tudom, 5-nek vagy 6-nak is a holdaszállását, csak oroszlán egy pek övezi ezeket a szovjet vagy orosz programokat, mert mindig fölrobban valahol még idő előtt, vagy eltűnik. Igen? Amerikai jobban. Hát lehet, hogy több próbálkozásuk van, és ezért nagyobb a sikerrátájuk. Tehát mégis nem adják föl, de vannak a Migáikban is ilyen periódusok, ahol nagyon sok pénzt kapnak a Putyintól, és vannak, amikor meg azt mondja, hogy na most ebből elég, és nem jutunk ezzel sehová, és át irányítja a pénzt más politikai célokra. Nem kérdés, csak egy gyerekes, volt egy szakdolgozat, ahol egy ilyen holt térképezés volt, és a hallgatókat mindig azzal cukkoltam, de hol marad a helyszíni mérés, mert az igazából érdemes lenne oda menni, belemérni, és csináltak egy karikatúrát, hogy ők ott mérnek a holdon, és ez a műszerteremben ki is van téve, úgyhogy... Ha jól sejtem, ugye akkor a naprendszer bolygóiról készülnek ilyen térképek. És holdakról. És a holdakról, igen. És ez úgy darabra mennyi? Vagy százalékos arányba? 25-6 talán. Tehát ennyi a gömb alakú égitestek száma a naprendszerben. De persze nem gömb alakúkról is már készítenek térképeket. Tehát ilyen 20-as. De az igazán részlet, tehát amiről magassági térképünk is van, meg fotótérkép, az most az a földtípusú bolygók, a galilei holdak. Galilei holdaknak most, de azok közül sincs még a Kalisztó még nincs is feltérképezve, meg az Európát azt most csinálják. Most a Plutó az nagyon előtérbe került, a Plutó Charon, de az csak egy fél, nagyjából fél égitest, ahol éppen találkozott vele az űrszonda. De azért Titán azt radarral is, meg infravörösben is térképezték, de nem sikerült teljesen azt nagy felbontással. És akkor itt vége, tehát olyan Ceres, Vesta, azok is megvannak, ezek a kisbolygóvezetbeli törpebolygók. Most ugye megy az új, most pénzt kapott a NASA-s program, a milyen nevű kisbolygófej, az a fém kisbolygó, ami csak fémből van. Nem tudjátok, hogy mi annak a neve? Most mindenki blokkol, igen. Tehát, hogy az, talán az lesz a következő nagyon érdekes égitest, amilyet még nem láttunk. Tehát egy nagy, csak fémből álló kisbolygó. Hogy annak milyen felszínformái lehetnek, az valószínűleg nagyon, gondoljuk, nagyon másmilyen, mint amit eddig láttunk. És a következő már az exobolygók. És gázégítestek, azt teljesen nem az említem. De azzal én nem foglalkozom, csak azért a gázégítesteken a felhősávokat és a felhőzónákat térképezni, az is egy... Cihé. Hogy? Cihé? Cihé, tehát az is egy érdekes feladat, ami ugye nem szilárd felszín, tehát egymáshoz képest is mozognak, de hogy éppen mi, tehát vannak ilyen állandó örvények, meg állandó zónák, övek, sávok, amik térképezhetőek, el vannak nevezve, tehát van rajta nevezéktan, van térkép, a gyűrűk, a nagybolygóknak a gyűrűi, azok is, neve van a gyűrűknek, neve van a gyűrűk közötti réseknek, neve van a gyűrűket terelő kis holdacskáknak, tehát azok is térképezhetőek. Egyet kérdeznék én is, hogyha szabad, uh-huh. Hogy hát hogy a szélességet hogy húzzuk meg, az nagyjából egyértelmű. A hosszúsági nullvonal kijelölése holdnál, Marsnál, uh-huh. Egyéb égitesteknél milyen vezéreszme van? A holdaknál könnyű a helyzet,
Mert a holdaknál a bolygó, a holdak azok, a normál holdak mind a kötött keringésűek. Tehát az az oldala, annak az oldalának a központja, amelyik az anyabolygó felé fordul, az a nulla. Mint a mi holdunknál is. A nem kötött keringésű égitesteknél, az összes többi bolygónál, ott pedig keresnek valamilyen olyan jól meghatározható, elkülönülő krátert, aminek a középpontja lesz a nulla, és ez történeti... A Marsnál is volt egy még a 1830-as években egy sötétebb folt, amit a Bél és a Mädler a saját térképezésekor azt mondta, hogy ezt fogja figyelni, hogy hogyan fordul körbe, és az lett a nulla. És akkor azon belül volt egy kráter később, és a kráteren belül volt egy másik kráter később, és most annak a másik kráternek a közepe, ez az Eri nulla kráter. Amit azért neveznek Erinek, mert az Eri az egy, annak a csillagásznak a neve, aki a Greenwichi csillagvizsgálót is vezette valamikor az 1860-as években. A Plutó? Plutó, nem, mi a nulla? A Plutó, nem. Most hasból mondom, de miután a Plutó meg a Charon az azért érdekes, mert mind a kettő kötött keringésű egymás felé. Tehát ilyen nincs még egy ilyen dupla bolygó, amelyik mind a kettő ugyanazt az oldalát fordítja, mindig a másik felé, gondolom egymás felé fordul. Most a Plutó holdjai, a többi kicsi hold, ami így kaotikusan kering, és időnként fejre áll, meg időnként a keringés idejét változtatja, az egy érdekes probléma lesz azon kijelölni nulla pontot. Tehát, hogyha vannak fényképek, akkor azt mondják, hogy ez a kráter lesz a nulla. A Vénusz még érdekes, mert a Vénusz rezonánsan kering a Földdel, és ott fizikailag kijelölhető egy pont, ami valahány ezer évig, vagy száz évig úgy nagyjából tartja magát, ami a Föld felé forduló oldal lenne a Föld közelség idején, ahol minden három földi és minden öt vénuszi keringéskor pont ugyanazt az oldalát fordítja a Föld felé. De ezt az IAU nem fogadta el, ezt az oroszok nyomták, de az IAU valami más, egy másik pontot tart nullának. És a Vénuszról is van? A Vénusz a radarral van. Uh-huh. Ott semmi optikai adatunk nincs, ott csak radar. Igen. További kérdések? Hát ha nincs, akkor még egyszer megköszönöm azt az előadást. Köszönöm. És hát még egy célja volt annak, hogy hazajöttél, hogy megnézd, hogy milyen a fogorvosi rendben a szobában.